Légy áldva és magasztalva, Urunk, a feltámadás ünnepéért, mindazért, amit tettél értünk. És kérünk, hogy ezen a délután képesíts bennünket meghálálni, dicsőíteni Tégedet méltó módon, mindazért, amit tettél, és képesíts úgy élni, hogy a mi életünkben látható legyen az, hogy nem hiába volt az-e a te halálod, Jézus Krisztus halála és az ő feltámadása, hanem mi is új életben járunk, és téged képviselünk. Légy kegyelmes hozzánk ezen a délután, hogy hadd tudjunk többet megérteni akaratodból, és tudjuk cselekedni azt. És így áldásodra várva, tégedet jobban megértve, dicsőítsünk életünk végéig. Amen. 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 Írt első levél 15. részének 12. versétől a 20. vers végéig fogjuk olvasni Isten ígét. Korintusiakhoz írt első levél 15. rész 12-től.
Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonyságtevőjének is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjüklőn azoknak, akik elaludtak. Amen. Tessenek elfoglalni. Közösen fogunk most énekelni. Ezt ének alatt megtartjuk az adakozást, önkéntes adakozásunkat. Azután pedig alkalmat adunk a közédekű hirdetéseknek jelentünk. Áldott boldog húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek. Délután is érezzük a húsvét örömét, húsvét feltámadásának erejét, és engedjük, hogy utat nyerjen az a szívünk felé, utat nyerjen a szívünkből a szolgálatainkban, és így dicsérjük az Urat. Déli órákban, ebéd előtt az úrvacsorát is elvittük. Lőke Erzsébet testvérnő, Bözsi néni küldi köszöntését, és üdvözli a gyülekezetet is. Kíván áldást, feltámadás erejét, feltámadás ünnepét. Farkas Irma néni is gyengélkedik, imádkozzunk érette, és emlékezzük meg a mi imáinkban róluk is. Aztán többen is vannak, akik hiányoznak most közösségünkből betegség miatt.
róluk sem feledkezzünk meg, hanem érezzünk együtt velük, és imáinkban hordozzuk őket. Aztán egy külön ima kérés is eljutott hozzám. Nagyváradról Sebestyén Emese, rákos beteg, lánykori nevén Tóth Emese, és kérik, hogy járjunk közben imádságban, imádkozzunk érettük, és hozzuk az Úr elé, hogy az Úr kegyelme erősítse és gyógyítsa meg. Hát jó lesz, hogy most szánjunk egy rövid időt az imádkozásra, és így ülve hajtsunk fejet, és imádkozzunk, hozzuk az Úr elé ima kéréseinket. Úr Jézus, áldunk téged azért, mert te vagy a feltámadás és az élet. Köszönjük, Urunk, az életet, köszönjük, hogy megérhettük ebben az évben is a húsvét ünnepét, és áldunk ezért a délutáni alkalomért, amikor csendben, békében itt lehetünk a te házadban. Köszönjük a feltámadó tavaszt, a megújuló természetet, de legfőképpen köszönjük az új életet az Úr Jézus Krisztusban. Jöjjünk most eléd, és a feltámadás örömével vegyesen ott van a szívünkben a szomorúság is, amikor a problémákra, betegségekre, szenvedésekre és szenvedőkre gondolunk. Istenünk, hozzunk most eléd, különösképpen imádkozunk Emeséért, kérünk, Atyánk, hogy te légy az ő gyógyítója, az ő orvosa, kérünk, Atyánk, erősítsd meg azt a családot, férjét, gyermekeit, és Urunk, te tudod, hogy ki mivel küszködik és ki mivel szenved, talán csendben vagy titokban. Kérünk, Atyánk, hogy add a te erődet, a feltámadás erejét, feltámadás örömét, annak élő reménységét, ami nem csak a jövőre vonatkozóan ad nekünk reménységet és hitet, hanem a jelenben is megerősít. Kérünk, Istenünk, hogy cselekedj csodákat, és áld meg, Urunk, további hitidőzésünket is. Amen. Ha van még valakinek közlése, köszöntése a gyülekezet felé, azt is meghallgatjuk szeretettel. Még annyi változtatás történt, hogy a zenekari tagok kérésére nem ma este fogunk a szolgálattevőkkel visszamaradni, hanem holnap, a délutáni istentisztelet végén, holnap este szolgálattevők azért, hogy ma este tudjanak zeneórát tartani és gyakorolni a húsvét másoknak. Készültek, kérjük őket először, hogy szolgáljanak hozzánk. Thank you.
örömhír. A hét első napján, amikor feltámadt, az egész városban riadalom támadt. Ilyen nem létezik, hogy a holt megéled, vagy csak érzékeid játszadoznak véled, de ő megkereste azokat, kik hisznek, akik ezentúl már csak örömhírt visznek. Mindenkinek mondják, nem maradt a sírban. Örvendezzünk testvér, ne gyászoljunk sírva. Áldjuk és dicsérjük félre bú és bánat, bűneinkért meghalt, üdvünkért feltámadt. Győzelem. A nap még fel sem nyitott a szemét, hajnal trikkantottak a kakasok. Majd váratlanul angyal szállt a földre. Egy villanás és csodát lássatok. A roppant kő elhengerült a sírról, a katonák mind porrá hultak, úgy megijedtek. Feltámadta Krisztus. Nem maradhatott ott a sír mélyén holtan. Nem látta senki, miként élet újjá, és tanítványaira rátalált. Ne féljetek, hangzott el a drága szózat. A szeretet legyőzte a halált. Lukácsi Vilma, az élő holnap. Az 5000-ek megéheztek újra. Aki meggyógyult, halandó maradt. A tábor hegyről százgondú élet oltott ki minden sugarat. Látszott már az út a Golgotára, tövis korona pálmaág helyett. Aki csak itt találkozott vele, annak számára minden elveszett. De aki az üres sírt is látta, hiszi, tudja, érzi, hogy feltámadott, saját sírján is keresztül lépve látja az élő holnapot. Feltámadt. Ó, hatalmas égi csoda, feltámadt az Isten fia, pedig pár nappal azelőtt nagy gyászban állt az egész föld. De nem maradt a halálban, feltámadott harmadnapra, meggyőzte a poklok tüzét, megszerezte a lelkünk üdvét. Így ünnepeljünk húsvétot, mert ti leszünk csak boldogok, szálljuk oda életünket, úgy nyerünk örök életet. Húsvéti örömhír, halleluja, halleluja, feltámadt az Isten fia. A kő elhengerítve üres a sír, ne keressétek a holtak között az élőt, ez a magasztos, a drága örömhír. A jó hírt az asszonyok vitték széjjel, az érző szívű asszonyok, kik könnyes szemekkel, fájó lélekkel érkeztek oda drága kenettel. De az Úr feltámadt, amint megmondta, harmadnapra, amint ígérte, bebizonyította. Királyok királya, égnek s földnek ura, legyőztél fejedelemségeket, hatalmasságokat, legyőzted a halált, az utolsó ellenséget, és bűnös fejünkre kegyelmet hoztál a megérdemelt ítélet helyett. Az ijesztő ájul csennek vége. A mester feltámadt, övi a diadal. Tegnap még értünk imádkozva vérzett, ma győzött a bűn és halál felett. Ebben a drága húsvéti örömben hallelujár zeng a hívő lélek. Ez zengésben visszhangozik hitünk tiszta szava. Él az Isten, aki a világot megváltotta. Most
Most egy éneket szeretnék elénekelni, amit a Szilágy Perecsenyben énekeltünk az énekzene napon. Aki még tudja, énekelje bátran velünk. Több ember azt mondja, hogy a legszebb évszak az év, a négy évszak közül a tavasz. És ahogy ezeken gondolkodtam, hogy vajon miért is, a legtöbb ember azt mondja, hogy ilyenkor, mintha újra támadna a természet. Azok a fák, akik egész télen úgy néztek ki, hogy élettelenek, meg vannak halva, ilyenkor tavasszal rügybe, rügyeznek, virágoznak. A fákon kívül az egész természet, a sok virág. Ha valaki sokat jár és utazik, látja, hogy a természetben is a juhnyájak között nagyon sok a bárány, ilyenkor tavasszal. És lehetne így folytatni tovább. A múlt héten, ahogy jártam egyik helyen, egy kotlót láttam kis csirkékkel, és eszembe jutott az egy bizonyos eset, amikor otthon Kövesden libánk költött, és mivel nagyon hosszú ideig elhúzódott, amíg az összes pipe, gondolom, hogy ismerős, így neveztük, kikelt, ott tartottuk bent a lakásban, és annyira megszoktak minket az emberi hangot, hogy amikor már nem hallottak semmi mozgást, elkezdtek vészesen kiáltani. Úgyhogy addig, amíg nem mentünk oda, addig nem fejezték be. És olyan hangosan sírtak, addig, amíg oda mentünk. Amikor végül kikerült az anya liba is, és oda akartuk volna terelni őket, hogy menjenek, nem ismertek
nem ismerték. Képesek lettek volna inkább az ember után szaladni, és a saját anyjukat nem. Féltek tőle. A liba ment volna utánuk, ők meg szaladtak el, menekültek. Mint egy ellenségtől. Az jutott eszembe, hogy az emberek között Ádám és Éva csak voltak azok az emberek, akik nem születtek, úgy, mint mi. Isten teremtette őket. És amikor felnyitották a szemüket, Istent látták. Tudták azt, hogy Istennek köszönhetik a létezésüket, azt, hogy élnek, azt, hogy léteznek, és úgy fogadták el, mint atyukat, mint teremtőjüket. Mindent hittek neki. Azt is, hogy meg fognak halni, hogyha abból az egyetlen egy fából fognak enni, ami az Édenkert közepette van. Addig a pillanatig, amíg ez a hitük próbára lett téve. És nem lehetett másként, csak úgy, amikor Isten nem volt jelen. Mert Isten azt várja az embertől, hogy ne csak az ő jelenlétében félje őt, hanem akkor is, amikor nem látja őt. Amikor jött az ellenség, és azt mondta, hogy csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Hallottam egy másik mondást, emberek azt mondják olyan emberekre, akik nagyon sokat hazudnak, hogy mikor kérdez is hazudik. És elnevettem nagyon. Hát ez a szöveg, amit a sátán mondott az embereknek, pontosan olyan volt. Még a kérdésben is hazugság volt. Mikor azt mondta, hogy csak ugyan, azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fáról se egyetek. Ekkor volt próbára téve az ő hitük, engedelmességük. És amint jó tudjuk, nem állták meg, elbuktak. És bejött a halál. És annak ellenére, hogy nem születtek, mint mi, kétszer haltak meg. Mert meghaltak egyszer lelkileg, és következik a másik halál is. És milyen érdekes, hogy amiután ettek a tiltos gyümölcsből, mindjárt kezdtek félni. Mitől féltek? Istentől? Vagy a haláltól? Azért féltek, hogy meg fognak halni. Hogy bekövetkezik az, amitől féltek. És azóta az ember fél a haláltól. Mind máig keresnek a tudós emberek választ, hogyan lehetne, hogy ne kelljen az embernek meghalni. Ha lehetne bizonyos idővel megtoldani az életet, ha nem kellene meghalni, ha hosszabb lenne ez a földi élet. Ezt nem próbálnak meg, hogy talán örökké éljenek, mert ezt tudják, hogy lehetetlen emberileg megoldani. De spekulációkat keresnek, hogyan lehetne az ember életet meghosszabbítani. És tudjuk azt, hogy nem sikerül. De milyen jó, hogy Isten erre is adott megoldást. És egy ígét is szeretnék olvasni, ami erről beszél. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatos képen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok válnak. Milyen jó, hogy megjelent végül Isten Jézus Krisztusban, és megoldotta ezt a problémát. És voltak emberek, akik elfogadták, ahogy a János evangéliumában is olvassunk, az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből,
sem testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Azok, akik újonnan születnek, azok fognak feltámadásban részesülni. És igaz, hogy nagypénteken, akkor, amikor az Úr Jézus szenvedett, a tanítványokban még nem volt meg ez a reménység, de tudjuk, hogy feltámadása után igen. És nagyon is készek voltak szenvedni, sőt, örülni, amikor a szenvedésben részesültek. És a zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy nem csak ők, hanem sokan mások visszautasították a szabadulást azért, hogy nagyobb dicsőségben vegyenek részt, részesüljenek. Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. És olyan sokan voltak azok, akik örömmel mentek, és vállalták a halált is, mert tudták, és nagy hitük volt, reménységük a feltámadásban. Hadd legyen a mi életünk is ilyen. Fogadjuk be Isten igéit a szívünkben, és a mi elménkben, és cselekedjük akaratát, azokat forgatva a szívünkben, a mennyeikkel törődve, és nem a földiekkel, mert a földiek mullandók, de a mennyeiek örökkévalók. És hadd legyen a mi életünk egy olyan élet, amelyben így dicsül meg az Úr neve. Tovább fogunk szolgálatokat hallgatni, énekeljünk most közösen egy éneket, utána pedig azok, akik készültek költeményekkel, esetleg bizonyságtevéssel, vagy énekkel, azoknak adunk alkalmat az ének után. Thank you.
aki hisz, az soha meg nem halt, az szentes álma felett angyalhoz. Akkor lesz majd szép a mi életünk, ha a túlsó parton felébredünk. Mikor emel rövid szenvedését, ne vagyom a rejtőség ígéret. Ennek úgy boldogít, engem úgy boldogít ez a gondolat, hogy új életre majd keze alatt, újra élet majd keze alatt. Akkor hű megváltom, hűtelenül, téged imádva, szívelenül. Békesség néktek! Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, hirdetik a sírnál járt asszonyok, de a tanítványok hitetlenül bezárkóznak. Zárt ajtók mögött idézgetik emlékeiket, csalódásaikat. Vádolják Istent, nem csalta el meg saját magát és barátait? Nem tette őket nevetségessé mindenki előtt? Vádolják a népet, hogyan újongott feléje, elfogadta segítségét, hallgatta igéjét, aztán halálra ítélte. Vádolják önmagukat, nem hagyták előtt gyáván a bajban. Zárt ajtók mögött szállnak perbe Istennel, a világgal és önmagukkal. De Jézus behatol a zárt ajtón át bezárt szívükbe, és ahogyan egykor a hullámoknak csendet parancsolt, kinyitja kezét a panaszok és önvád vigasztalan háborgása fölé. Békesség néktek! Feltámadott, a te béke köszöntése több, mint köszöntés. Győzelmed az és aratásod. Azért lettél testé, hogy békét szerez. Azért éltél, tanítottál, szerettél és szenvedtél, azért szálltál le a halál mélységébe, hogy megszerezd a békességet. Tovább kérjük a szolgálatokat. Tito pamanin peitut tito an altotim netetat katimo bo pekun bo mite ategat apiat fus pentru fut fus la mormânt fus pentru fus te nu-mi creste cuvânt fus ca să vezi că-i adevărat. Mormântul e gol, Iisus a-nviat. Mormântul e pustiu, a-nviat. Iisus Hristos e fiu. Fugi pentru fugi, spune la toți, cum Iisus Hristos nu e între morți. Fugi pentru să vezi că-i adevărat, mormântul de iol, Iisus a-nviat. Mormântul e pustiu, a-nviat. Iisus Hristos e fiu, ca, la fel ca și Petru când s-a lepădat. Și astăzi sunt mulți ce spun, pe acest om, eu nu-l cunosc ca și lui Petru, ci ție îți spun. Fugi pentru fugi, fugi la mormânt, fugi pentru fugi, te nu crezi pe cuvânt. Fugi ca să vezi că-i adevărat, mormântul e gol, Iisus a-nviat. Am viat, mormântul e pustiu, am viat, Iisus Hristos e fiu. N-am ascultat și am creșit și inima s-a murtărit,
Szafíje járás álpás fre, tecsinyo pate oszpala, tomnuli szúsz múlmájú pit, sipe okrúcse amúrit. Léás szöntse lelújsz fön, kurát, nekrúr pakát, mi lesz pelát. Csakuma potin, csakuma inni nyara mia, je alpaka fulkul tenia, csakuma potin trási jev, öncserú szuszra tumne szev. Ezt mulțumesc, Iisus iubit, că pentru mine ai murit. Și ai înviat pe juitor și ai dat viață tuturor. Köszönöm, hogy itt
Szolgálni szeretnének, alkalom lesz a holnapi napon is. Most szeretném, ha énekelnénk, ha lehetne, kettő éneket. Az elsőt énekeljük így ülve, a másodikat pedig fennállva, miután Jakab testvér fogja hirdetni. Thank you.
Húsvét vasárnapjának reggelén egyszer egy vasárnapi iskolai tanító a gyermekeknek magyarázta a húsvéti történetet és annak részleteit, mozzanatait. Aztán, amikor eljutott ahhoz a lépéshez, ahhoz a történet részlethez, hogy Jézus Krisztus levették a keresztről, és egy kölcsönkért sírba tették, akkor az egyik gyermek gyorsan felszólalt, és azt mondja, hogy én tudom, hogy miért tették kölcsön vett sírba az Úr Jézus Krisztust. Kissé meglepődött a tanító, mert hát még ő sem tudta igazán. Aztán mondta tovább, időt adott a válasznak, és azt mondja a fiúcska, hogy azért, mert csak 3 napig volt rá szüksége. Ezért tették kölcsön vett sírba. Nem kellett neki saját sírhely, hogy megvásároljon magának, vagy vásároljanak neki, hisz 3 napig nyugodtan kölcsön vehette a közelben levő sírt, mert ez csak egy átmeneti, rövidke, pillanatnyi idő volt számára. De nem csak neki, hanem számunkra is csak egy átmeneti hely a sír, egy átmeneti időszak, egy lépés a halál, és ez az élet is tulajdonképpen csak egy átmenet, egy jobb életbe, egy jobb világba, egy feltámadott új életbe, ahol meglátjuk a feltámadott, megdicsőült Úr Jézus Krisztust. Ennek a bizonyossága csendül fel ebben az igerészben, ismerős ez számunkra, az egész 15. rész az első korintusi levélből erről szól, mélységes fejtegetése, magyarázata ennek, és Pál apostol itt egy kicsit a feltámadás gondolatának mögéje nyúl, és nem annyira a húsvéti történettel foglalkozik, hanem a feltámadás valóságával, viszont a kettőt szorosan összekapcsolja, a rövid igeszakaszban is, ha megfigyeljük, kétszer is megismétli, hogy ha tehát nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel, mert a kettő szorosan összetartozik. Nem csoda, hogy ilyen konspiráció elméletek vannak a feltámadással kapcsolatosan, mert a lelkünk ellensége éppen ezt próbálja meg elvenni a kezünkből. Tüzes nyillakkal éppen a mi hitünket próbálja megsebezni és megingatni, és éppen az örök életünk, feltámadott életünkre vonatkoztatva. Aztán nem csoda azért sem, mert gondoljunk csak arra, hogy már húsvét első napján, amikor Jézus feltámadt, már aznap reggel gyártottak egy hamis elméletet, hogy hát nem is támad fel, hanem mondjátok, hogy a tanítványok éjjel ellopták. És azóta az egyház történelem 2000 éves folyamán több hasonló okoskodás támadt, és próbálták elvitatni ezt az alapvető igazságot, ami a hitünknek erős fundamentuma, hitünknek erős sziklája, és erre épül minden. Azt mondta az egyik író, hogy ha kivennénk a feltámadásnak tényét, akkor az egész kereszténység építménye azonnal összeomlana, mert ez az, ami fenntartja. Olyan ez, mint egy alapkő, olyan ez, mint egy zárókő, ami összefogja ezt a boltívet. Akik építkezéshez értenek, azok tudják, hogy mit jelent a boltív, vagy a gótikus boltívnél a zárókő, amit oda felül ékszerűen beillesztettek annak idején, és ez tartotta meg az egészet. Ha ez hiányzott, ha ezt kivették, akkor az egész azonnal összeomlott. Jézus Krisztus feltámadása tehát itt áll előttünk, és kövessük nyomon Pál apostolnak az érvelését, ahogy tanít erről, és nem ő maga találta ki ezt a gondolatot, hogy ha Jézus Krisztus nem támadt volna fel, akkor mi lenne? Ő talán neki eszébe sem jutott ilyesmi, és a hívőknek sem, annyira bizonyos és biztos volt ez számukra, de voltak olyanok Korintusban, akik ezt próbálták megkérdőjelezni. Nem csoda, hisz a kereszténység éppen kialakulóban volt keresztény tanítások, ekkor kristályosodtak ki, nem volt ott a kezükben a Biblia, még az ige hirdetőknek sem volt Bibliájuk, gondoljuk csak a szolgálattevők, hogy milyen helyzetben voltak ők, nem volt még vezérfonaluk sem. És szükséges volt, hogy a helytelen tanításokat, amik félrevezették volna a hívőket, kiigazítsák és helyükre tegyék. És Isten felhasznált ilyen embereket, apostolokat, akik megszilárdították a keresztény tanítás igazságát és leírták annak valóságát. Nem csak azért hasznos, hogyha nyomon követjük Pál apostol érvelését, hogy lássuk, megértsük, hogyan gondolkodnak a hitetlenek. Nem csak ezért, hanem azért is, hogy amíg ezt
észrevesszük, össze tudjuk hasonlítani azzal a helyzettel, amiben most vagyunk, és így még inkább hálásak vagyunk az Úrnak feltámadás tényéért, ha látjuk a különbséget, hogy mi lett volna anélkül, milyen az ember élete a feltámadás nélkül, milyen volt az én életem, a mi életünk, mielőtt Krisztussal feltámadtunk volna, vagy milyen volt az emberiség húsvét előtt. Sötét háttérbe pillant bele itt az apostol, és ide ragyogtatja be a bizonyosságnak a fénysugarát, amikor mint egy csattanóként a végén bezárja ezt a gondolatsort azzal, hogy ám de Krisztus feltámadott a halottak közül. De mégis van feltámadás, és a feltámadás teljesen biztos. Határozottan és hittel jelentette ezt ki. Lássuk tehát, hogy mi történt volna, ha nem lett volna feltámadás, hogy nézne ki az életünk Jézus Krisztus feltámadása nélkül, és legyünk mi hálásak azért, amit Jézus feltámadása hozott a mi életünkbe. Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel, ha pedig nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk. Legalább 6 dolgot lehet itt azonosítani és felsorolni, ezek között az első, amit Pál mond, az ige hirdetés. Ha Jézus nem támad volna fel, akkor mind prédikálhatnánk mi, nem érne semmit. Az akkori kor ige hirdetői hirdették az igét, az szerint, amit hallottak, vagy amire visszaemlékeztek, és egészen a korintusi levél megírásáig több év is eltelt Jézus feltámadása után. Aztán leveleket írtak, és volt, aki tudott olvasni, az hozzájutott, olvasott ezekből. Ezek között voltak hiteles levelek, aztán voltak nem annyira hiteles levelek, emberi fantázia szüleményei, vagy éppen hamisított levelek, ami próbálta aláásni a keresztény tanítást, elvitatni, és nem voltak könnyű helyzetben. De Isten mégis felhasználta az ige hirdetés egyszerűségét arra, hogy az evangélium terjedjen, és új életek változzanak meg, új életek szülessenek a régi helyébe. Ha Jézus Krisztus nem támad volna fel, hiába való lenne az ige hirdetés, de nem csak az ige hirdetés, az ige hallgatás is. Mi értelme lenne a szép beszédeknek, hisz Isten igéje nem azért hirdetetik, hogy elringasson minket, hogy figyeljük a szavak szépségét, vagy a mondatok megalkotását, vagy legyen egy szép szertartás, egy ünnepi beszéd. Nem ez a célja, hanem Isten igéje azért szól, hogy Isten maga szólaljon meg, és őt magát halljuk. Hogy Isten ereje legyen abban. Pál apostol meg volt erről győződve, és ezért írta, ezért mondta, hogy nem szégyellem az evangéliumot, mert Istennek ereje az, Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére. Isten igéje nem hiába való, mert olyan az, mint az eső meg a hó, ami nem tér vissza üresen. Isten igéjének hirdetése, még akkor is, ha pillanatnyilag sokszor nem látszik az eredménye, és az azonnali haszna, mégsem hiába való, mert meghozza azután a gyümölcsét. Mert egy idő után ki kell, és csodákat cselekszik azért, mert ez az élő ige. Mert a hangoztatott, hirdetett igében Jézus Krisztus, a testélet ige jelenik meg, és az ő valósága itt van, amikor Isten igéjét hirdetjük és hallgatjuk. Mégis egy figyelmeztető szó erejéig meg kell itt jegyeznünk, hogy mégis van azért egy kis része, amikor könnyen az ember hiába valóvá teheti, akár az ige hirdetését, akár annak hallgatását. Hogyha hitetlenül közelít ahhoz, és Jézus Krisztus nélkül, vagy a feltámadás teljes tanítása nélkül közelít ahhoz, akkor nagyon könnyen hiába valóvá teheti. És lehet szép ige hirdetés, ha hiányzik abból Jézus, akkor az, mondjuk így, hiába való. Vagy lehet hallgatni az igét 1000 számra, de hogyha nem Jézus Krisztus iránti vágyból és hitből fakad az ige hallgatása, hanem csak a fülnek szól, akkor az is válhat könnyen hiába valóvá. És keresztény világunkban szemtanúi vagyunk ennek, hogy hangzik ugyanaz ige, de valahogy mégis olyan kevés a foganatja, a gyümölcse, a munkája ennek. Vajon az ige gyengült meg? Nem az ige, hanem az ember, ahogyan fogadja. Ugyanúgy, ahogy Pál apostol a házastársakat inti,
hogy hogyan éljenek méltóképpen, és hozzáfűzi a figyelmeztetést, hogy azért, hogy nehogy a ti imádságaitok meghiúsuljanak. Hát még az imádság is meghiúsulhat? Igen, hogyha az ember nem hitből imádkozik, és az élete nincs azzal összhangban. Vigyázzunk, hogy ne tegyük hiába valóvá sem Jézus Krisztus feltámadását, a mi életvitelünkkel, gyakorlatunkkal, sem az evangélium hirdetését vagy hallgatását, hanem pecsételje le azt Jézus Krisztusnak jelenléte, a feltámadott Krisztus ereje és az ő hatalma. Második felsorolásban azt mondja, hogy akkor hiába való a ti hitetek. Nem mondja, hogy a mi hitünk, mert ő önmagát kihagyja ebből Pál apostol. Az ige hirdetésnél bele kellett foglalja önmagát is, viszont a hitnél már azt mondja, hogy azoknak a hite hiába való, akik Jézus Krisztust kiveszik abból. Mert az ilyen tulajdonképpen nem is hit. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a vallás egyenlő a hittel, és úgy is nevezik, de a kettő nem egy és ugyanaz. Van hiába való hit is. Hát sajnos igen, hogyha az ember önmagában hisz, meg a saját maga gyártotta vágyakban, reményekben, ez sokszor meghiúsul és hiába valóvá válhat, de aki hisz Jézus Krisztusban, annak a hite nem hiába való. Nem fölösleges és nem értelmetlen. Mert Jézus Krisztus igenis feltámadt, és így a mi hitünket megerősítette, bizonyossá tette. És mi egy olyan biztos dologban hiszünk, ami tény és való, és így a mi hitünk lehet élő. Nem hiába való, testvérek, tehát a mi imádságunk, nem hiába való a gyülekezetbe járásunk, ige hallgatásunk vagy olvasásunk, és nem hiába való a mi hitünk. Nagyon sokszor az ember csalódik, amikor hisz, vár valamit, és nem úgy lesz. De ez a hit, a Jézusba vetett hit nem ilyen, hanem biztos alapon áll, és nem fogunk csalódni. Nem fogunk a végén kiábrándulni és elcsüggedni, mert biztosra tettük fel a mi hitünket, és a mi várakozásunk nem csal meg. Feltámadás bizonyos, Jézus feltámad, és mi is fel fogunk támadni. Merjünk hinni, és mindent erre tegyünk fel, és mindent ehhez igazítsunk ebben az életben, hogy minden hitből legyen, és hitben járjunk, ne látásban. Aztán következik a harmadik, amikor azt mondja, hogy ha Krisztus nem támad fel, akkor Isten hamis tanúinak bizonyulunk. Itt már önmagáról is szól, és a többi apostolról, ige hirdetőről, amikor azt mondja, hogy ha tényleg Jézus Krisztus nem támad fel, akkor ez azt jelenti, hogy mi hamis tanúk vagyunk. Hamis apostolok, hamis tanítók, akik hamisságot hirdetünk. Arra utal itt, nem is csak, hogy mint hamis tanítók, mint akik hamisságot hirdetnek, hanem egyenesen, élesen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy Isten hamis tanúinak bizonyulunk. Mintha Isten küldené és kérte volna fel őket, hogy tanúskodjatok az én nevemben hamisan. De az apostolokat nem vezette semmilyen egyéb érdek, vagy egyéb gondolat, mert nem hamisan tanúskodtak. János apostol nagyon szépen írja le, amikor azt mondja, hogy amit a mi szemeinkkel láttunk, a mi kezünkkel megtapintottunk, amit átéltünk, mert ott voltunk, arról teszünk nektek bizonyságot, és a mi bizonyságtételünk igaz. Nem vagyunk hamis tanítók, és nem vagyunk Istennek hamis tanúi, mert ezzel Istent is hamissá tennénk, hogyha hamisan tanúskodnánk az ő nevében. De Isten nem lehet hamis, ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus sem. Az apostolok ott voltak, szemtanúk voltak, látták és hallották azokat. Negyedik, ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor még mindig a ti bűneitekben vagytok. Ha Jézus Krisztus nem jött volna, akkor megmaradt volna a világ bűne. Mert ő azért jött, hogy a világ bűnét elvegye. Ő azért jött, hogy megszabadítsa azokat, akik teljes életükben rabok voltak, a bűnnek a rabjai. És ő a szabadító, a nevében is benne van, és ő az, aki most is csodákat cselekszik, és a megváltozott életek
tesznek erről bizonyságot, és tanúsítsák, hogy Jézus Krisztus feltámadása valóság. Bizonyítja az én életem, hogy valóban hiteles az én tanúbizonyságom, hiteles az én tanúskodásom, és én már nem élek a bűnben, hanem új élet kezdtem, és egész más életet élek. Mert sokszor az emberi élet tanúbizonysága is hiteltelenné teheti a keresztény tanítást, keresztény bizonyságtétel, de ne tegyük ezt. Vajon nem azért ön kevés a megtérő, mert a hívőknek a bizonyságtétele olyan bizonytalan? Mert nem elég átéléssel mondjuk el azt, amit láttunk vagy hallottunk, vagy lehet, hogy azt mondjuk, amit mi is másoktól hallottunk, vagy valahol olvastunk, vagy valami eszünkbe jut, és hát úgy elmondjuk, mint egy történetet, mint egy olvasmányt, de a világ arra figyel oda, amikor hiteles bizonyságtételt lát. De nem hiába való a mi tanúskodásunk, a mi bizonyságtételünk, és nem vagyunk többé a mi bűneinkben. Ha Krisztus nem támadt volna fel, a bűneink még mindig megvolnának. Az emberiség legnagyobb problémája éppen a bűn problémája, és Jézus Krisztus meg tud szabadítani annak terhétől, lelkiismeret vágyától és annak láncaitól. Azért jött, hogy leoldozza a bilincseket, és szabaddá tegye az embereket. Kell ennél nagyobb tanúbizonyság és igazolása az evangéliumnak és Jézus feltámadásának, mint hogy ő ma is foglyokat tud megszabadítani. Ma is szenvedélyekből tud megszabadítani embereket, és ha mi is el tudjuk mondani, hogy engem is megszabadított az élő Jézus, én is átéltem, és személyes kapcsolatom van ő vele. Nem kell tovább megmaradni a bűnben. Húsvét evangéliuma erről is szól, hogy nem kell azt tovább hordozni, hanem meg lehet attól szabadulni. Nem kell abban megmaradni. Mert sajnos húsvét után is még mindig vannak emberek ezen a világon, akik megmaradnak a bűnben. Mert nem törli el automatikusan Jézus halála, és Jézus feltámadása a világ bűnét csak azokét, akik megvallják és elhagyják. De ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ez Isten csodája, a feltámadott Jézus Krisztus csodája, aki él, jelen van és munkálkodik bennünk és közöttünk. Ötödször, ha Jézus nem támadt volna fel, akkor nem lenne reménységünk a halottak felől sem. Az elhunytak felől, szeretteink felől, akik már előre mentek, akiket úgy bocsátottunk el, hogy majd újra fogjuk egymást látni, és újra fogunk találkozni, nem lenne semmi reménységünk ezek felől. Akkor valóban kétségbeesés lenne a mi gyászunk, és minden egyes haláleset, de mi tudjuk, hogy nem így van. És az élő Jézus Krisztus biztosít minket erről, aki legyőzte a halált. Ha Jézus nem támadt volna fel, akkor a mártíroknak a halála hiába való lett volna. Mit érne az ő tanúskodásuk, az ő áldozatuk, hogyha csak ennyiről lenne szó, hogy egészen a halálig, és nincs tovább. De mi tudjuk, hogy van tovább. És erről szól Jézus feltámadása, hogy igen, van tovább. Nem kell kétségbe esnünk, mert csak egy időre választ el minket egymástól a bűn átka, a halál, de az élet Jézus Krisztusban összekapcsol és összeköt minket. Halál megszakítja az emberi kapcsolatokat, de az élő Jézus Krisztus újra összeállítja és egybeszerkeszti ezeket a kapcsolatokat, hogy ő benne ismét egyekké váljunk. Végül pedig hatodszor, hogyha Jézus Krisztus nem támadt volna fel, akkor nem lenne értelme az életünknek. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül. Jézus feltámadása adott értelmet és célt a földi életünknek is. Nem csak a jövőre vonatkozik ez, jövendő reménységünkre, hogy majd örök életet kapunk az Úrnál, hanem már most értelmet adott az Úr Jézus Krisztusa a mi életünknek. Egyszer egy muzulmán ember megtért, keresztjén lett, aztán a barátai, amikor megkérdezték, hogy mondd már meg, hogy hát te miért lettél keresztjén. Akkor kicsit gondolkodott, és azt mondta, hogy hát tudjátok, úgy van ez, hogyha az ember megy az úton, és elérkezik egy elágazáshoz, aztán az egyik útnál találkozik két emberrel, az egyik él, a másik halott,
akkor melyiktől kér útbaigazítást, hogy merre menjen? Hát nyilván attól, amelyik él. Jézus Krisztus feltámadt és él. A többi vallás alapítók, tanítók nem tudnak tanácsot adni. Életükben prédikáltak, mondták a magukét, de nem tudják az embert útba igazítani az élet útvesztőiben, nem tudják az embert eljuttatni az életre, az üdvösségre, az örök életre. Csak a földi életben reménykednek ezek az emberek. Ám de Krisztus feltámadt, és tovább vezet minket ebből az életből. Tovább viszi a mi reménységünket, a mi tekintetünket, hogy ne ragadjunk le itt ennél a földnél, a sír sötétségénél, hanem ez a felülről áttörő fénysugár magával ragadjon minket oda, a fény forrásához, Istenhez. Milyen jó, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és értelme van a mi életünknek. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül. A világ úgy él, mintha Jézus Krisztus nem támadt volna fel. A világ úgy él, mintha csak a földi élet lenne a miénk, és nem lenne semmi több azon túl. De Jézus Krisztus arra tanít, és zárjuk a szívünkbe az ő üzenetét ezen a húsvéton, hogy igenis, van tovább. Van több is, mint ami ezen a földön ér minket. Hogyha csak annyi lenne, hát Pál apostol szerint nem is lenne érdemes élni ezt a földi életet, mert ennek nagyobb része nyomorúság, meg fáradtság, és hiába való küszködés, erőlködés, de Jézus Krisztus értelmet ad a hétköznapi életünknek is. Jézus jelenléte értelmet ad még a legapróbb mozzanatnak is az életünkben, még az evés és ivásunk is értelmessé válik Istennel, Jézus jelenlétével, aki itt van köztünk, aki él a szívünkben, él a mi családunkban, él a mi közösségünkben, és él ebben a világban. Éljünk mi Jézussal, és éljen Jézus bennünk, és éljen velünk, hogy így a mi életünk legyen értelmes, legyen reményteljes, hogy ne maradjunk a mi bűneinkben, hanem szabadon szolgáljuk őt, hogy a mi bizonyságtételünk legyen hiteles, a mi hitünk legyen valóban értelmes, és ne tegyük sem az Úr halálát, sem az Úr feltámadását hiába valóvá. Aztán a mi igehirdetésünk és igehallgatásunk legyen gyümölcsöző, mint akik tudjuk, hogy nem hiába hittünk, és nem hiába ragaszkodunk az Úrhoz, mert meg lesz a mi jutalmunk őnála. Amen. Énekeljük ezt az éneket közös karban, megkérjük Zsolt testvérünket, hogy jöjjön ide előre és irányítsa, hogy egyszerre menjen, méltóság teljesen, nagyon gyönyörű himnusz ez, és visszhangozzon a szívünkben ezután is, és jöjjünk így holnap is az Úrházába, délelőtt 10, délután pedig 5 órától. Thank you.
Urunk, ha már itt ezen a földön olyan jó és szép a dicséret, milyen jó lesz ott, amikor együtt dicsérhetünk téged feltámadásonában, ahol láthatunk téged és a te arcodat, a megdicsőült feltámadt Úr Jézus Krisztusét. Köszönjük, Urunk, hogy most is reánk ragyogtattad a te arcodat ezen a napon. Szeretnünk, Urunk, te veled tovább menni a te házadból, és szeretnünk, hogy kibontakozzon bennünk ez a feltámadott új élet. Szeretnünk, Urunk, valóban az odafelvalókra gondolni, azokkal törődni. Urunk, hogy ne legyen hiába való a mi közösségünk, a mi úrvacsoránk, a mi Krisztus követésünk. Köszönjük Istenünk, hogy te biztosítasz és garantálod számunkra a jutalmat, az életet. Istenünk, áll meg minden egyes tagját közösségünknek, kicsinyeket és nagyokat, és légy velünk, töltsd be a mi szívünket, jelenléted áldásával, feltámadott új életed dicsőségével, és hadd látszódjon meg rajtunk a te dicsőséget, hogy mi hozzátartozunk, mi egy más életet élünk, nekünk örök életünk van a mennyországban, és kérünk, hogy áld is szentel meg további húsvéti ünneplésünket a te nevedért. Amen. Amen. Az Úr közel. Amen.